my eyes is a desert of stone and ice. The surface red like Mars as the winds flow in galactic times, where no one ever found the crying winds it sound. Was it really once a land and the life it might have held? What flourished here before? Wasteland, wasteland. I wanna make it to the end, but the roofs and the sand are electrified, and I'm tied to the bone, still energized, and I'm jumping to avoid the vault, to escape the old. I think it is important to remember that nuclear technology is originally not a civilian technology, it is a military technology. And the industry is always associated with nuclear weapons, nuclear arms, with the mutual assured destruction of the Cold War, when both America and Russia had so many nuclear weapons that they could obliterate one another and anybody in between several times over. In the Cold War situation in Germany, there was no scenario in which Germany and Germans would survive a nuclear exchange between the superpowers. Germans never learned to love the bomb. Also, Germany is not a nuclear weapons country. We have all the technologies it takes to make nuclear weapons, but we don't have them. As a consequence, you can criticize in Germany in a way, you can criticize nuclear power in Germany in a way that you couldn't do in other countries, in France or in Britain or in Russia or in China. So there is a very different undercurrent. There are really only three reasons why anybody builds new nuclear power plants. The first one is economic delusion. Some people still believe that it is cheap, even though the evidence is there that it is very expensive, even before you count the risk of accidents and the insurance that you would have to consider. The second one is corruption. Big projects create opportunities for very large kickbacks, and that explains a lot of what is going on in that industry. And the third one is unstated military intent. Nuclear power is not a civilian technology. It doesn't have an economic rationale. It is not competitive. So wherever none of the first two reasons can explain why a country invests in nuclear power, then it is military intent. Think of Iran, think of Turkey, think of India. In all of those cases, it is military intent that is behind the civilian nuclear programs. Russia can have military reasons. Russia has a military technology, nuclear technology. Russia wants to maintain that technology, and by giving it a civilian component means that it has more breadth and more depth. You can train more people, there is more economic weight, you can hide the cost of developing nuclear weapons more easily when you have a sizable economic sector. But that doesn't make the civilian nuclear power plants cost effective. They're not competitive. The Russian economy has a debt weight cost because it has to absorb the cost and the expense. It loses the talent to the nuclear sector that otherwise could be exploited elsewhere. Why Hungary wishes to support the Russian nuclear weapons program, I don't know. In the case of the nuclear industrial complex, it is there is a very tight link between those people who deal with a fairly complicated, large industrial system, the industrial side of the industry, and the national security side, because it has a military implication. And it's not just that you can build nuclear weapons, but all the key nuclear scientists in a country, all the key officers of the companies that deal in the nuclear fuel cycle and all the technology, they all need to be protected. They need to be observed, and they need to be protected, because they are the targets. They can be the targets of enemy action from other countries or from terrorists or whatever else. There's so many aspects where the nuclear industry either contributes to the aggressive military power of a country or creates vulnerabilities, that there must be a tight link between the nuclear industry and the security establishment. And
society finally understood that there is a lot of problems we have to do about it, something about it. But by this time, industry already is so big, so expensive, it's so rich. It has a lot of political lobbyists. It actually connected to nuclear weapon as well, and to many governments, it's very important, nuclear weapon things. So in the end, yes, society started to understand what kind of big problems there is. But nuclear industry is very hard to fight because it's so powerful from political point of view, from financial point of view. It has its lobbyists everywhere. And in the end, if critics will be on a very high level, they can always say, well, in those countries that have nuclear weapons, for example, they will always say, like, hey, we are your protection. We prepare nuclear weapon for you so you can be protected and no one attack you. If there was no need for nuclear bombs, nobody would have ever started to produce nuclear energy because it needs subsidies. So many big parts of money that were really put into this. Otherwise, it would never have made any reason to start this form of producing electricity. They wanted the plutonium for the bombs. Even if Germany had declared that they would never build a nuclear bomb, but they have all this plutonium ready to make bombs. Vannak kritikus infrastruktúrák, ugye, és hogyha azt mondom, hogy kritikus infrastruktúra, azért abban olyan objektumok tartoznak, amelyek az ország működése szempontjából meghatározó jelentőségűek. Ide tartoznak a energiával kapcsolatos dolgok, többek között mondjuk az atom létesítmények, az atom erőműveknek a problematikája, amit igyekeznek lehető legmagasabb szinten és maximálisan védeni. Bár mondjuk az igazság, hogy tökéletes védelmi sehol nem beszélhetünk, mert nyilván történhetnek olyan események, amire nem vagyunk felkészülve. Az atomerőművek a legjobban védett kritikus infrastruktúra közé tartozik, ami azt jelenti, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne történjen támadás. Na most azt kell mondanom, hogy atomerőmű ellen terrortámadást eddig még nem hajtottak végre. Azzal, hogy nem hajtottak végre, ezzel nem azt mondtam, hogy ez lehetetlen is nem lehet, de eddig még ilyen nem történt. Eleve úgy építik, hogy ne lehessen közel menni. Hát ismerik a fontosabb épületeknél, ugye, hogy fizikailag megakadályozzák azt, hogy bemehessenek oda mondjuk egy tehergépkocsival, vagy akár egy páncélozott szállító harcjárművel, még harckocsival se lehet bemenni, akkora építmények vannak, ami nem tud átmenni, tehát akasztok vannak. Levegőből légtérzárat csinálnak, tehát a repülési tilalom van, aki bemegy, lelövik magának az objektumnak a rendszeres felülvizsgálata. Milyen biztonsági hézagok lehetnek? Kik dolgoznak itt? Mindig a gyenge pont az ember. Lehetnek-e olyan emberek, akiket mondjuk terrorszervezetek próbálnak megnyerni annak érdekében, hogy merületet hajtsanak végre. De ez nem elég, hogy csak az embert tanulmányozzák, hanem bizony ellenőrzik. És erre láttunk, ez a gyenge pont, erre láttunk kísérleteket a új típusú terrortámadások során, ugye tudjuk azt, hogy Belgiumban a Kleine-Brogeri repülőtérrel vagy közelében lévő atomerőművet próbálták tanulmányozni, megfigyelték több napon keresztül, próbálták megnézni a vezetőnek a mozgását, merre megy, kivel tárgyal, mit csinál, és esetleg rávenni arra, hogy valakit bevigyen, nem járhatót. Egyedüli olyan esemény lehet, ami mondjuk a külső tényezőkkel függ össze. Mire gondolok itt? Mondjuk például elhasznált fűtőanyagoknak a tárolása. Tárolóknak a megtámadása jó, hát ez azt jelenti, hogy sugárzóanyagot tudnak szerezni. Sugárzóanyagból lehet piszkos bombát csinálni, ezzel, ha nem is sok halottat lehet produkálni, de nagy pánikot lehet kelteni. Ez mondjuk teljes egészében biztos. Az atomerőmű az nem egy az atombombával. Tehát az, hogyha valaki atombombát akar csinálni, az nem biztos, hogy egy atomerőmű segítségében megoldható. Bár mondjuk nyilván a dúsítást meg lehet csinálni. Hát hol a leglogikusabb egy dúsítást csinálni, és ezt ellenőrzik a nemzetközi szervezetek? Hát nyilván egy atomerőműben, vagy annak a környékén.
Európában az atomerőművek terrorizmus szempontjából komoly veszélyt nem jelentenek. Azt, ezzel nem mondtam azt, hogy egyáltalán nem jelentenek veszélyt, mert jelenthetnek, de olyan erős a védelem, aminek következtében emiatt nyugodtan lehet aludni az embereknek, hogy atomerőműveket létesítenek, a terrorizmus oldaláról megvizsgálva ezt a kérdést. Közel-Keleten ugye atomeszköze pillanatnyilag egyedül Izraelnek van, és ugye van egy pár ország, amely kandidát volt erre, tehát szeretett volna Szíria, szeretett volna korábban Egyiptom, de letettek róla, volt ilyen ingerenciája Saddam Husseinnek, és természetesen Iránnak. Tehát tettük kezdve ez a világ ezen térségében egy konkrét fenyegetés jelent. Egyáltalán az atomerőmű, mert abból már lehet esetleg a működés mellett még egy atombombát kifejleszteni, megfelelő dúsítási eljárásokat követően. Wasteland, wasteland, I wanna make it to the end, but the roofs and the